Mitől függ, hogy egy kutya kis testű, nagy testű, vagy éppen óriás testűnek számít? Ezt általában a testtömeg, illetve a test nagyság alapján határozzák meg. Mindig vannak átmenetek, meg vannak olyan kutyafajták, amelyek ebbe is, meg abba is beletartozhatnak. Gyakorta előfordul, hogy a nősténye annak a fajtának az, az alacsonyabb kategóriába esik, a, a kanya viszont már az egyel nagyobbba. Nincs is ennek nagy jelentősége ezeknek a felosztásoknak. Abban viszont Mindenképpen érdemes különbséget tenni, hogy a kis és a nagy testű kutyák között mik a különbségek. Nézzünk néhány ilyen testméret, testsúly alapján kategóriákat. A legkisebb kategória a testűek vagy mini testűek kategóriája. Ide gondoljuk bele, hogy itt mondjuk a Csivava, a Yorkshire Terrier, a bisonok, Máltai tartozik a kis testűek közé a törpes naocer, foxi, terrier, ez már egy kicsit nagyobb kategória, ezek már inkább olyan 5-8 kilósak, a velsterier, spániel, bigli, puli, mudi, tacskó, pumi, pekingi palota, ilyenek. A közepes testűek a vizslák kategóriái, a setterek vizslák kategóriája, esetleg a bull terrier is ide tartozhat, sky terrier. A nagy testűek közé a Labrador, a Boxer, a Német Juhász, a Schnauzer, az óriás Schnauzer, és esetleg az amerikai Staffordshire, ezek, ezek a kutyafajták, és még sokan mások tartoznak. És hát aztán van egy olyan kategória, amit mi csak egyszer óriás kategóriának szoktunk hívni, ahol az orosz fekete terjel, az írfarkas, a molosszus fajták, például a Bullmastif, a kánekorzó, a nápoi mastiff, komondor kuvasz, bernáthegyi, funlandi, ezek a kutyák tartoznak. A kis szeretném most inkább kiemelni, és ugye ezek általában 1-2 kilótól egészen mondjuk a 13-15 kilós kategóriáig terjednek ez a, terjed, ez a, ez a csoport. Ö, azt mindenképpen el kell mondani, hogy ö, ugye a nagytestű kutyáknál nagyon sok a, a probléma a növekedés során. Ezektől a kistestű kategória gyakorlatilag mentes. Nagyon kevés olyan ortopédiai megbetegedésük van, amelyek a nagy kutyára olyan jellemzőek, amit általában az etetéssel generál az tulajdonos, vagy, vagy aki tartja a kutyát. Hát ezek, ezek, ez a kategória, ebben a kategóriában tartozó állatok azért sokkal kevésbé érzékenyek. Az etetés minőségére, és legfőképpen a mennyiségére a növekedéskorban kor, sem. Ebből azt következik, hogy aki nem különösebben járatos a dietetikában, aki nem különösebben tud azzal foglalkozni, hogy a kutya mit tegyen és mennyit, annak inkább egy kis testű kutya való, mint egy nagy, mert a nagy testű kutyákkal, ahogy az előbb említettem, nagyon sok probléma adódik az etetési hibák a halmozása, az komoly rendelenségeket is előidézhet náluk. Tehát ebből a szempontból, az etetés oldalról nézve, a kistestű kutyáknak a tartása az egy könnyebbség mindenképpen. A, ha belegondolnak abba a ténybe, hogy az élővilágban általában az élettartam az mindenképp egy testnagyság függő dolog. És ha abba belegondolnak, ami elég ismert tény, hogy minél nagyobb testű kutyáról beszélünk, annál rövidebb az élettartama. Ez egy ellentmondás. Ha ebbe belegondolunk, mondjuk a a szokásos egér és elefánt párhuzamot, hogyha vesszük, akkor rájövünk, hogy itt valahogy valami vagy félrecsúszott, mert hogy a kutyáknak az élettartama a testnagysággal fordítottan arányos, ellentétben az élővilág összes egyéb ö, egyedével. Az etológusok azt a magyarázatot ö, tudják erre felmutatni, hogy a törzsfélelő során a kutyának a, a háziasítása során az alapul vett faj vagy fajta az egy ilyen kistestű, közepes, maximum ilyen 8 kilós nagyságú kutya lehetett, amit háziasított az ember, és ebből az egy Genetikai állományból hozta létre az egész spektrumot, a mini minitestűtől egészen az óriás testűig. Valahol itt gyökerezhet az, a, az az ellentmondás és ennek a feloldása, hogy miért van az, hogy minél nagyobb testű kutyáról van szó, az élettartam sajnos annál rövidebb.